Meghosszabbított határidő. A gazdák december 7-e helyett egészen év végéig nyújthatják be agrárkörnyezetgazdálkodási pályázataikat. Biztonságban két keréken, összesen 25 kilométeres szakaszon épül kerékpárút a 471-es főútvonal mellett. Piti Katalin Nyíregyházán jótékonysági hangversenyt rendeztek a 20 éves fennállását ünneplő Patrónus Egyesület javára. Meghosszabbították az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás benyújtási határidejét. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A gazdák így december 7-e helyett egészen év végéig nyújthatják be pályázataikat az erre kijelölt elektronikus felületen. A 158 milliárd forintos keretösszegből várhatóan 11 ezer pályázót támogatnak majd. Az AKG, azaz agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírása egy 5 éves célprogram, amelyben a környezettudatos gazdálkodást helyezik előtérbe. Az elérhető források kiemelten támogatják a biológiai sokféleség megőrzését és a környezettudatos gazdálkodást a fenntartható tájhasználat kialakításával. A 158 milliárd forintos keretösszegből várhatóan 11 ezer pályázót támogatnak majd. Az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatást, illetve az ökológiai gazdálkodásra való átállásnak a támogatásának a határidejét december 7-ről december 31-re hosszabbították meg. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapun az elektronikus beadási felületen kell beadni a pályázatot, hogy ennyivel később is be lehet adni, tehát december 31 lett az új határidő. Természetesen így is viszonylag rövid ez az idő, aki még csak most kezdett el gondolkodni, hiszen itt nem csak a területek, nem csak hogy a területeket fel kell vinni itt a pályázati felületre, előtte GPS-el be is kell mérni, és a bemért területekkel lehet már csak pályázni. Az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás gyümölcsösökre hektáronként 300 ezer forintot, szántó esetében 80-90 ezer forintot, míg gyepre 50 ezer forint plusz forrást jelent a gazdálkodók számára. Idén az állattartó gazdák számára van még folyamatban egy pályázati lehetőség, aminek keretében trágyatárolók kialakításához szerezhetnek forrást, mondta el a szaktanácsadó. Ez egy olyan pályázat, amiben egyénileg és kollektívan is lehet pályázni. Az egyéni pályázók maximum 50 millió, a kollektívan csoportosan pályázók már 100 millió forint támogatásra részesülhetnek. Itt trágyatárolók, szigetelt beton alapú trágyatárolók kialakítására, trágyakezelésre, csapadékelvezetésre, trágyakezelés monitoringozására, valamint trágyakezelő eszközöknek a beszerzésére lehet pályázni. A pályázati felhívás már megjelent, a beadási időszak az december 20 és január 20 között lesz. A tárolók kialakításához a meghirdetéskor rendelkezésre álló keretösszeg 5,6 milliárd forint, amit várhatóan 100-150 pályázó között osztanak majd szét, tette hozzá az ügyvezető. Biztonságosabbá válik két keréken közlekedni Nyírbogát környékén. Összesen 25 kilométeres szakaszon épül kerékpárút a 471-es főútvonal mellett. Nyírbogát központtal Nyírbátor, Nyíradony, Nyírcsánszári és Nyírmeggyes települések között mintegy 2 milliárd forintot fordítanak a fejlesztésre. Nyírbogátot és Nyírbátort a nagyforgalmú 471-es számú főút köti össze. Eddig itt a főútvonalon zajlott mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedés, ami jelentős balesetveszéllyel járt. A térségben azonban meghatározó a kétkerekű forgalom. A 471-es főútvonal az egy nagyon veszélyes útvonal, ami a térségünkön átvezet Debrecent és Mátészalkát köti össze. Amellett, hogy nagyon forgalmas a főútvonal, veszélyes. Az elmúlt 15 esztendőben minden 2 kilométerben egy halálos baleset történt sajnálatos módon, és kilométerenként pedig súlyos balesetek szemtanúi voltunk az elmúlt időszakban. És ezért is örültem annak, amikor 2010-ben kinyílt a lehetőség, hogy ilyen másodrendű főútvonalak mellé kerékpárutat építhetnek az önkormányzatok.
A projektek célja szerint az új kerékpárutak biztosítják a szolgáltatások egyszerűbb és gyorsabb megközelíthetőségét, az általános és szociális feltételek javulását és a turisztikai vonzerő növekedését a települések között. Már elkészült a Nyírbogát és Nyírbátor közötti szakasz közel 330 millió forintból, a Nyíradonyig tartó szakaszra 1 milliárd forintja van az önkormányzatoknak, míg a Nyírmeggyesig tartó rész összesen közel 450 millió forintba kerül majd. Nyíradonyig az elmúlt években elkészült Debrecentől a kerékpárút, mi pedig megterveztettük a Nyírbogát önkormányzat Nyírbogát és Nyíradony között a kerékpárutat. Egy nyertes pályázatunk volt 11-ben, most pedig a kormány kinyitott egy új lehetőséget, az Európai Uniós közopos maradványpénz terhére lehetett pályázatot benyújtani, úgyhogy a nyírbátori kistérség, a Nyírbogát önkormányzat és a Nyíradonyi önkormányzat ért a lehetőséggel, és megpályáztuk a Nyíradon-Nyírbogát közötti kerékpárút szakaszt, ami 12 kilométert tesz ki. Az építkezés az zajlik, mint ahogy tetszettek látni. Nagyon remélem, hogy december 15-éig meg is valósul ez a kerékpárút. Simon Miklós elmondta, a Nyírbátor-Nyírcsászári-Nyírmeggyes közötti szakasz is elkészült, ez a kerékpárút része a Mátészalkát Debrecennel összekötő kerékpárútnak, ami az országos hálózatban előkelő helyet foglal el, emellett szintén része a nemzetközi Szatmár-Németiig tartó szakasznak is. Egy múlt héten elfogadott törvény alapján az Európai Strasbourgi Bírósághoz fordul a magyar kormány, hogy a migránsokra vonatkozó kötelező betelepítési kvóta jogszabály megsemmisítését kezdeményezze. Európába idén már több mint 1 millió gazdasági bevándorló jött illegálisan. A beslések szerint ez a szám 2017-re akár 3 millió is lehet, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, a déli műszaki határzár felállításáig több mint 400 ezren haladtak át Magyarországon, és a párizsi események tükrében elmondható, hogy a terrorhelyzet fokozódik. Ez a kötelező kvóta jogtalan, észszerűtlen és veszélyes. Jogtalan, mert nem kérdezték meg az embereket, hogy akarják-e. Észszerűtlen, mert meghívót küld annak a több százezer, talán mondhatom azt, hogy több millió gazdasági bevándorlónak, akik vagy a Közel-Keletről, vagy Észak-Afrikából, vagy éppen Szíriából, Afganisztánból érkeznek Európa, az Európai Unió külső határához. És veszélyes is, mert fokozza a terrorveszélyt. Hát egyre több terrorista a migránsok között bújnak meg a terroristák, mint a november 13-i párizsi merénylet sorozat, vagy hadüzenet is bizonyította. Ezért a magyar kormány jogi úton fellép a kötelező betelepítési kvóta ellen, mert ez nem megoldja a problémát, hanem szétteríti. A Jobbik Magyarországért mozgalom szerint a vidék munka lehetőségei szűkösek, ami tragikus hatással lehet a jövő nemzedékeire. Földi István megyei önkormányzati képviselő a párt nyíregyházi tájékoztatóján azt hangsúlyozta, vissza kell adni az emberek számára a munka becsületét, és a közmunkaprogramon kívül újabb lehetőséget kell biztosítani számukra. Ehhez a politikus szerint szorgalmazni kellene a közmunkaprogram és a falugazdász hálózat együttműködését. A Jobbiknak az a véleménye, hogy a falugazdászokkal való együttműködés is, például a közmunkaprogramnak egy ilyen felújító struktúrafejlesztést is hozhatna például, aminek a lényeg az, hogy együtt tudnának dolgozni, amelyeknek köszönhetően tudnák értékesíteni a megtermelt terményeket, és akár ugye ezekből bevételeket is tudnának hozni. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a 20 éves fennállását ünneplő Patronus Egyesület javára. A koncerten Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekesnő lépett a közönség elé. A rendezvény fővédnöke Herceg Anita, a köztársasági elnök Áder János felesége volt. A Patronus Egyesület 1995 nyarán kezdte meg tevékenységét. Az Egyesület célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos igényű fiataljainak segítése, szociális helyzetének javítása. Az Egyesület 2004 óta működteti a Szent József Védőotthont, amely az iskolából kikerülő, értelmileg akadályozott és autista fiatalok nappali ellátását, speciális fejlesztését, foglalkoztatását látja el.
Az egyesület vezetői gyakran szerveznek jótékonysági rendezvényeket, ezzel is támogatva az egyesület rászoruló tagjait. 2004-ben volt már vendégük Pitti Katalin operaénekesnő, aki az idén ismét örömmel tett eleget a felkérésnek. Tudom, hogy segítek neki. Tudom, hogy ezzel az egyesület is több fényt kap, és több odafigyelést kap. És azok a gyerekek, akiknek szükségük van erre a segítségre, egyáltalán segítő kézre és szeretetre, azokra sokkal több fog jutni ezután. Hát most miért ne tenném meg, ha megtehetem? Én önmagamból adakozom. A korábbi koncert bevételéből és pályázati forrásokból gyertyaöntő műhelyt alakítottak ki a védőotthonban. A program azt a célt szolgálja, hogy segítse a fiatalok elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon. Ezzel a programmal az egyesület megteremtette az intézményi jogviszony keretében történő foglalkoztatás tárgyi és személyi feltételeit. A mostani rendezvény bevétele a lakóotthonban élők körülményeinek javítását szolgálja, az épület pincéjében található gyógytornatermet szeretnék felújítani. Az egyesület 20 éves, és ezt szerettük volna méltóképpen megünnepelni, és ugye elég későn kezdtem hozzá a szervezéshez, és Pitti Katalin tényleg 10 éve ismerem, akkor volt itt először, és ő első szóra elvállalta. Úgyhogy próbáltuk ugye úgy megszervezni, hogy ez egy ünnepség legyen mindenki számára, és kezdjük a következő 20 évet. Az egyesület támogatóit szombaton jótékonysági bárra várják majd. A hétvégén ünnepélyesen is megnyitja Nyíregyháza adventi ünnepi programsorozatát. A vásári forgatag már várja az érdeklődőket. A Kossuth téren a színes programkínálat teremt karácsonyváró hangulatot. Itt helyi művészeti csoportok lépnek majd fel, és vasárnaponként a hazai könnyűzenei élet ismert énekesei koncerteznek. A gyerekeket a Mikulás házban várják, és egy igazán különleges mézes kalács kiállítás is nyílik a városházán. November 29-én kezdődik az advent, fél ötkor délután Dr. Kovács Ferenc polgármester úr meggyújtja az első adventi gyertyát, és utána, hogy már ez a város életében szokás, vasárnaponként, keddenként és csütörtökönként mindig külön programokkal készülünk a városlakóknak vagy az ide látogatóknak. Mintegy 600 állatot mutattak be egy galamb és díszbaromfi kiállításon Kállósemjénben. A fajtagazdag versenyt hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportlövők a Diák Olimpia országos döntőjében. A Nyíregyházán megrendezett versenyen több mint 80 iskola képviseletében közel 350 fiatal lépett lőállásba. Az első helyen zárta az őszi szezont a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. Mátyus János együttese a záró fordulóban 2-1-re győzött a 60 otthonában. Mintegy 600 állatot mutattak be egy galamb és díszbaromfi kiállításon Kállósemjénben. A fajtagazdag versenyre a határon túlról is érkeztek kiállítók. Nagy Károlyból és Szatmár Németiből több mint 150 állattal képviseltették magukat a tenyésztők. A Kállósemjéni galamb és díszbaromfi kiállításon 488 galamb mellett 64 különleges díszbaromfit is értékeltek a bírák. Az általános iskola tornatermében első alkalommal tartották meg a helyi egyesület kiállítását. A zsűrizés után az állatokat a közönségnek is bemutatták. 72 kiállítónak közel 50 fajta állatát lehet megtekinteni. Vannak az egész kis testű galamboktól mindenféle galamb megtalálható. Épp a vezetőbírálunk mondta az imént, hogy nagyon tetszik neki a kiállítás, hiszen nem az van, hogy egy-két fajta galambból megtellik az egész terem, hanem nagyon sok galamb és díszbaromfi is megtalálható. A madarak eszmei értéke felbecsülhetetlen, egy-egy kiállított példány kereskedelmi értéke pedig a 200 ezer forintot is elérheti, mondta el a kiállítás vezető bírája. Mindenfajta galambnak van egy fajta leírás, egy úgynevezett standardje, amihez hasonlítani kell a galambot. Ez a standard, ez meghatározza Csőrehegyeitől a Farka hegyeig, hogy milyen legyen színben, rajzolatban, méretben, alakban, és ettől eltérést minősítik a bírálók, így jön ki az az eredmény, amivel a galambesorolást nyer.
A folyamatos kiállítás és a besorolások megszerzése azért fontos a résztvevő kiállítók számára, mert így kaphatnak visszajelzést arról, hogy milyen szinten van a tenyésztési állományuk és milyen részletekre kell odafigyelniük a további munkájuk során. Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportlövők a Diák Olimpia országos döntőjében. A Nyíregyházán megrendezett versenyen több mint 80 iskola képviseletében közel 350 fiatal lépett lövőállásba. A Bencs iskola tornacsarnok adott otthont a Diák Olimpia országos döntőjének, amelyen légpisztollyal és légpuskával lőttek a résztvevő fiatalok. Egyénivel az iskolájukat, csapatban pedig a megyéjüket képviselték a versenyzők, akik közül többen is tagjai a korosztályos válogatott keretnek. A diákok számára a legfontosabb verseny, hogy a Diák Olimpián mérjék meg, hogy hogy állnak, mint állnak bármely sportágba. A lövészetben pedig különösen fontos, hiszen már nagyon sok versenyző van közöttük, aki a klubokban is versenyez, tagja a magyar nemzeti válogatottnak, és készülnek a jövő évi Európa-bajnokságra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseletében 20-an léptek lövőállásba. A rendező Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület vezetője elmondta, munkaigényes sportágról van szó, ami ettől függetlenül vonzó a fiatalok számára. Először mindenki nagy lendülettel érkezik hozzánk, és mindenkinek nagyon tetszik a lövészet. Később viszont azt tudom mondani, hogy kevesebben maradnak, hiszen ez egy nagyon komoly sport, nagyon nagy önfegyelemre van szükség, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, olyan gyerekekkel is kell rendelkeznünk. A megyebeli versenyzők végül 4 érmet szereztek, az általános iskolásoknál a légpisztoly 20 lövéses versenyszámában a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola diákja Varehe Attila végzett az élen, aki Kis Attilával és Olá Jánossal együtt a csapatversenyt is megnyerte. Kis Attila egyéniben bronzérmet szerzett, míg a középiskolásoknál a légpisztoly 40 lövéses számában a Krúdis Agárdi Vilmos a második helyen zárta a döntőt. Az első helyen zárta az őszi szezont a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. Mátyus János együttese a záró fordulóban 2-1-re győzött a 60 otthonában. A másik megyebeli csapat a Nyírbátor 0-0-ás döntetlent játszott Kazincbarcikán, és a 17 csapatos mezőny utolsó helyén várja a tavaszi folytatást. Egy bajnoki vereség és döntetlen után lépett pályára 60-ban a Nyíregyháza Spartacus, amelynek mindenképpen győznie kellett ahhoz, hogy biztosan az élen zárja az őszi szezont. A hazaiak 11-esből szereztek vezetést, amit Rezes a félidő utolsó percében szintén büntetőből egyenlített ki. Menet közben a csapatok is megfogyatkoztak, a 9 emberrel harcoló Spari végre az utolsó pillanatokban rubus góljával fordította maga javára a találkozót. Sok minden történt a mérkőzésen, volt 3 kiállítás, 2-11-es és utolsó előtti percben született gól, de a forgatókönyv veszességében nekünk kedvezett, nagyon boldog és büszke voltam, hiszen nagyon-nagyon szép és nagy győzelmet arattunk. A Nyíregyháza Spartacus 14 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 40 lőtt és 10 kapott góllal, 43 pontot szerezve áll az élen a keleti csoportban, megelőzve a 42 pontos Ceglédet. A szakvezető érthetően elégedett az őszi szerepléssel. Tudtam azt, hogy minden mérkőzés nehéz lesz. Minden mérkőzésen az ellenfelünk az év mérkőzését játssza le, és próbál minél hatékonyabban védekezni. Nagyon szép az egész fél évünk, hiszen első helyen zártunk, feljutó helyen vagyunk, nyilván ez természetes az első helyen, illetve a Magyar Kupában is még állunk. Bizony vannak még terveink, szeretnénk az első helyen végezni a bajnokság végén is, illetve a Magyar Kupában egy picit talán történelmet írni, bár ez kell még a sorsolás szerencsésegés számunkra, hiszen mindenképpen szeretnénk elkerülni a legjobb csapatokat, akkor lehet esélyünk, szeretnénk a négybe jutni, és akkor szerintem egy fantasztikus tettet hajtanánk végre. A másik megyebeli csapat a Nyírbátor 0-0-ás döntetlent játszott Kazincbarcikán, és 8 pontjával az utolsó, 17. helyen áll a tabellán, 2 pont hátrányban a bennmaradás jelentő 16. helytől. A Nyíregyháza Spartacus játékosai már a szabadságukat töltik, míg a nyírbátoriak még 2 hétig edzésben maradnak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Meghosszabbították az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás benyújtási határidejét. A gazdák így december 7-e helyett egészen év végéig nyújthatják be pályázataikat az erre kijelölt elektronikus felületen. A 158 milliárd forintos keretösszegből várhatóan 11 ezer pályázót támogatnak majd. Biztonságosabbá válik két keréken közlekedni Nyírbogát környékén. Összesen 25 kilométeres szakaszon épül kerékpárút a 471-es főútvonal mellett.
Nyírbogát központtal Nyírbátor, Nyíradony, Nyírcsászári és Nyírmeggyes települések között mintegy 2 milliárd forintot fordítanak a fejlesztésre. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a 20 éves fennállását ünneplő Patrónus Egyesület javára. A koncerten Pitti Katalin, lézdíjas operaénekesnő lépett a közönség elé. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A csapadékot adó frontzónák egyelőre elkerülik térségünket. Csendes, hideg idő várható. Éjjel időnként megnövekszik a felhőzet, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék azonban nem lesz. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Csapadék nem várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor szokásosnál pár fokkal hidegebb, télies idő, átmeneti enyhülésre csak a jövő hét elején számíthatunk. Általában sok lesz a felhő fölöttünk, de időnként vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró, és több-kevesebb napsütés is valószínű. Csütörtökön, aztán majd a hétvégére várható kisebb csapadék, esőre, havas esőre, hóra egyaránt számíthatunk.